Magyar tündérmesék. Az önző óriás. Sok-sok évvel ezelőtt volt egy város, amelynek közepén egy kastély állt. Évek óta üres volt, senki sem lakott benne. Az emberek úgy tartották, hogy egy óriás lakott ott. De az évek során senki sem találkozott vele. Hallottatok már a kastély óriásáról? Sok mendemonda, nem szabad elhinni. Vagy talán látta már valaki azt az óriást? Nem. Ne hallgassunk a szóbeszédre, inkább csodáljuk a kastély szépségét. De akkor vajon ki gondozza a kertet? A kastélyt egy gyönyörű kert vette körbe. Egy virágokkal, fákkal, gyümölcsökkel, madarakkal és pillangókkal teli kert. Minden nap kisgyerekek játszottak itt. Biztonságos volt, a gyerekek pedig imádták. Sokféle játékot játszottak. Az egyik kedvencük a pillangók kergetése volt. Nézd azt a narancssárga pillangót! Megpróbálom elkapni! Yeah! Szaladj utána, de ne pánst! Nem fogom! A kert paradicsomi szépségű volt. Egy nap az óriás hazaérkezett. Örömmel látta, hogy a kertje gyönyörű és rendezett. Szépséges kertem! Még most is az anya természet kegyét élvezi. Öröm ide visszatérni. Az óriás délután tért vissza a kastélyába, amikor egy gyerek sem játszott ott. Az óriás élvezte a nyugalmat. Este azonban a beszűrődő zajok felriasztották. A gyerekek játszottak a kertben. Az óriás szerette a magányt. Nem vágyott mások társaságára. Úgy döntött, hogy kimegy a kertbe. Amint az óriás kiment a kertbe, a gyerekek nagyon megijedtek. Sikoltozni és rohangálni kezdtek. Mindenki menekülni próbált. Az óriás nagyon dühös lett az ott játszó gyerekek láttán. Tűnés, kis szörnyetegek! Tönkreteszitek a kertemet! Tűnés! És vissza nem merjetek jönni ide! Ez az én kertem, nem a tiétek! A gyerekek kiszaladtak a kertből, majd hazamentek. Az óriás visszament a kastélyba, és élvezte a nyugalmat. Végül elaludt. A gyerekek azt hitték, hogy az óriás elment, így hát visszamentek a kertbe. Az óriás ismét a kertben játszó gyerekek nyüzsgésére ébredt. Dühös lett, és kiabálni kezdett. A rémült gyerekek elszaladtak. Az óriás ezután szemmel tartotta a kertet. Még csak nem is aludt. Késő éjjel észrevette, hogy egy ág a földre hullott. Nem értette, hogy mi történhetett. Másnap reggel az óriás észrevette, hogy ismét gyerekek játszanak a kertben. Dühösen kirohant. A gyerekek nagyon megijedtek a mérges óriás láttán. Az óriás úgy döntött, hogy magasabbra építi a kastélyt körülvevő falakat. Így végre egyedül lehetett. Senki sem léphetett be a kastélyba. Olyan önző ez az óriás. Hogy lehet egyedül játszani abban a kertben? Valamiért nagyon szomorú lehet. Derítsük ki, hogy miért szomorú. Hívjuk ki játszani. Csak úgy tudjuk kihívni, ha beenged minket. Az óriás sokáig aludt. Amikor felébredt, az ablak mellé ült, hogy gyönyörködhessen a kertben. Észrevette, hogy néhány ág letört a fákról. Ezen elgondolkodott. Nem lesz ez mindig így. Ha beköszönt a tavasz, a kertem újra szép lesz. Télen minden nap az ablak előtt üldögélt, és figyelte, ahogy a kert szép lassan kiszárad. Nem sokára itt a tavasz. Mindenki virágzik, és a kertem szebb lesz, mint valaha. A tavasz beköszöntött, majd véget ért.
de a kert száraz maradt. Egyetlen virág sem maradt benne. Madarak és pillangók sem. Az óriás nagyon boldogtalan volt. Miért nem virágzik semmi sem a kertemben? Miért fordult el az anya természet a szépséges kertemtől? Haragszik rám valamiért? De hát mégis, miért dühös rám? Az óriás éjjel-nappal ezen gondolkodott. Végül elege lett a magányból. Egyik reggel a gyerekek bemásztak a kertbe. Jó ideje játszottak, amikor az óriás észrevette őket. Az óriás dühös lett, és kiabálva kirohant a kertbe. Az összes gyerek elszaladt, egyet kivéve. Az óriás észrevette a fa alatt áldogáló fiúcskát. Reszketni kezdett, ahogy az óriás közelebb ért hozzá. A fiú már zokogott. Mit keresel te itt? Kérlek, ne ölj meg! Soha többet nem jövök ide! Szoktam ölni? Nem! Nem vagyok gonosz! Nem! Nem szoktam ölni! Nem bántalak! Ne sírj! Haza akarok menni! Kérlek, engedj el! Mit akartál csinálni, amikor nem voltam itt? Fel akartam mászni erre a fára, de nem ment! Ó, tényleg? Hadd segítsek! Az óriás felemelte a fiút, és a fa ágára ültette. Hívd ide a barátaidat is! Játszhattok itt! Az óriás észrevette, hogy a fiú szélesen elmosolyodik. A fiúcska magához hívta a barátait. A gyerekek bejöttek, az óriás pedig elindult a kastély felé. Útközben észrevette, hogy néhány növény kivirágzott. Meglepődött, ugyanakkor boldog is volt. Megfordult és látta, hogy a gyerekek önfeledten játszanak. Úgy játszottak a kertben, ahogy régen. Hamarosan minden virágba borult, úgy, mint még soha azelőtt. Az óriás megértette, hogy miben rejlik a kert valódi szépsége.